könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek, kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet. És a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Ennek főbb részei a következő, a lucernárium, vagyis a fényünnepség, a tűzszenteléssel és az exultettel, a húsvéti öröménekek meghirdetésével. Majd következik az ige liturgiája, amelyben hangsúlyos szerepet töltenek be az ószövetségi olvasmányok. Ennek lényege, hogy az üdvösség történet legfontosabb elbeszéléseit felolvastatja a Szentírásból, a mai éjszakán Anya Szent Egyháza. Hiszen mindannak összefoglalása és beteljesedése nem más, mint Krisztus kereszthalála és dicsőséges feltámadása. Ez a húsvéti esemény. Ilyenkor nem sajnáljuk az időt a sok ószövetségi olvasmány meghallgatására és átelmélkedésére. Ezek után következik a keresztség liturgiája, az idén új módon is, hogy nem csak megújítjuk keresztségi fogadásokat, hanem valóban kiszolgáltatom a keresztség szentségét egy hittanulónak, aki hónapok óta készült is erre a beavatásra. A társa pedig első szentáldozáshoz jár. Mindannyian Krisztus halálára és feltámadására lettünk megkeresztelve, és utána a csúcspont természetesen az eukarisztia liturgiája lesz, amikor is megjelenik köztünk titokzatosan, de valóságosan a feltámadt Jézus, a kenyér és a bor színe alatt. A húsvéti öröm ki akar áradni az egész világra. Ennek kifejezéseképpen kimegyünk az utcára, hogy így is örvendezzünk Krisztus feltámadásának, és mások is hírt és hitet kapjanak Krisztusban. Az egyik bizonyíték, hogy élő hitünk van a megfeszített és feltámadt Krisztusban az, hogy ezt szeretnénk megosztani a körülöttünk élő emberekkel. A vigília kifejezés virrasztást jelent. Húsvét vigíliája minden más vigíliának anyja, az egész keresztény katolikus vallásunk alfája és omegája, vagyis kezdete és beteljesedése. A virrasztás alapvetően evangélium magatartás, a hűség és álhatatosság kifejezése Isten iránt. A Krisztus örömhír meghirdetése nem egyszerűen csak felolvasás, hanem egyfajta Isten jelenés, amelyben csak a beavatottak vehetnek részt. Már a 4. században Szent Ágoston püspök is mondja, hogy a hittanulóknak nagy vonalakban mindent meg kell tanítani,
a világ teremtésétől kezdve Krisztusig, megmutatva, hogy Isten mindezt szeretetből tette értünk. Ugyanakkor csak a beavatottak, vagyis a megkereszteltek megbírmáltak, és a hittel áldozók érthetik meg a maguk teljességében az írásokat, mert itt nem összefüggések értelmi felismeréséről van szó csupán, hanem arról, hogy Jézus Krisztus lángra lobbantja szívünket a Szentlélekkel, aki a feltámadás lelke.